készenléti állapotba lépett az ország. Az erre az időszakra érvényes szabályokat és intézkedéseket az Országos Vészhelyzeti Bizottság ismertette. Ezek kötelező érvényűek, mutatjuk is a tudnivalókat. Az Országos Vészhelyzeti Bizottság döntéseiről Marcel Vela belügyminiszter, Nelu Tătaru egészségügyi miniszter és Raed Arafat belügyi államtitkár számolt be. Începând cu data de 15 mai. Május 15-től kezdődően 30 napos készenléti állapot lép érvénybe országos szinten. Mától a településeken és metropolis övezeteken belül korlátlan a közlekedés, és nem kell saját felelősségre tett nyilatkozatot kitölteni. A települések között csak indokolt esetekben lehet utazni. Nem hagyható el a település, illetve a metropolis övezet csak indokolt esetben, mint például szakmai tevékenység, önkéntes munka, humanitárius tevékenység, mezőgazdasági tevékenység vagy mezőgazdasági termékek értékesítése céljából, valamint ingatlan karbantartása, bizonyos jogokat nyújtó dokumentumok beszerzése, gyógykezelés, családtagok, gyerekek ellátása vagy más személy gondozása, idős, beteg vagy fogyatékkal élő személyek ellátása, haláleset és halaszthatatlan orvosi ellátás céljából. Ezekben az esetekben saját felelősségre kitöltött nyilatkozatot kell majd felmutatni. Az üzletekben, tömegközlekedési eszközön, a munkahelyeken és más nyilvános zárt térben kötelező a védőmaszk viselése. Ahol lehetséges, az alkalmazottak távmunkában dolgoznak, ahol nem, ott járványtani szűrésnek vetik alá az alkalmazottakat. Az 50-nél több személyzetet foglalkoztató munkaadók eltérő idősávokban kell megszabják a munkaidőt. Az ügyfeleket közvetlenül kiszolgáló gazdasági egységek és intézmények tevékenységét úgy kell megszervezni, hogy minden betérő személyre legalább 4 négyzetméter jusson. A 37,3 fokosnál nagyobb hőmérsékletű személyek nem léphetnek be, a rendszeres fertőtlenítés pedig kötelező. Kinyitnak a parkok, de a játszóterek, vendéglők, kávézók, motelek, panziók és teraszhelyiségek zárva maradnak. A 15 000 négyzetméternél nagyobb bevásárlóközpontok is zárva maradnak. Kinyitnak a szépségszalonok, fogászati rendelők, múzeumok. Továbbra is szünetel a légi közlekedés Románia, illetve Ausztria, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Spanyolország, Egyesült Államok, Törökország és Irán között. Június 1-jéig nem indulhatnak nemzetközi buszjáratok Olaszországba, Spanyolországba, Németországba, Franciaországba és Törökországba. A járóbetegrendelők ellátják a nem sürgősségének minősülő eseteket is, de csak előzetes időpontfoglalással, a váróteremben nem tartózkodhatnak páciensek. A kórházakban is fogadják a nem sürgősségének minősülő eseteket is, a látogatási tilalom viszont továbbra is érvényben marad. A hozzátartozókat a kórházak kötelesek tájékoztatni a beutalt páciens állapotáról. Valóban lesz egyfajta enyhítés, amelyet jól kell kezelnünk, amelynek során azonban nem szabad megfeledkezni az elővigyázatosságról, sem pedig a szabályokról. 14 nap múlva ismét felmérjük a helyzetet. Ettől függ majd, hogy további enyhítéseket vagy újabb korlátozásokat vezetünk be, amennyiben nő a fertőzések száma, az intenzív terápián kezelt betegek vagy a halálesetek száma. A külföldről érkező személyek kötelezően 14 napos otthoni elkülönítésbe vonulnak. Akik nem akarják a fertőzés veszélyének kitenni hozzátartozóikat, választhatják a hatósági karantént is, de ellátásukat ki kell fizetniük. Több határátkelő továbbra is zárva marad. Engedélyezett a szabadtéri vallásos szertartások megtartása, és elképzelhető, hogy június 1-től a templomokba is bemehetnek a hívek.